Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabadai Viktor, a liberálisok választmányának az elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nincsen árvíz, tehát akkor nem az árvízről és a védekezésekről fogunk beszélni. Először is mondja el nekem, hogy bírja a család, és mennyire alakult át a mindennapi családi életük, hogy sokkal többet van otthon, mint különben, mert azon kívül, hogy politizál ön egy dolgo ember is, és most az a szakma, amiben ön dolgozott, nem nagyon működik. Igen, a színházak nem igazán működnek sajnos. Színházak sem, és hát van ennek egy jó oldal, nyilván a feleségem is örül, hogy többet vagyok otthon, meg a gyerekek is örülnek. Most ugye igyekszünk kihasználni azt az időt, hogy minél több mindenben vegyünk részt együtt, több dolgot csináljunk együtt. Hát nyilván a szomorú része is ennek, például a tegnapi húsvéti nagymama látogatások, a nagymamákat csak kerítésen kívülről látta, nem lehetett megölelni őket, nem lehetett oda bújni. Hogy tudja megmagyarázni, ezt már több ismerősömtől, barátomtól hallottam, hogy ezek a legnehezebb pillanatok, amikor a nagymamát a Skype-on látjuk, vagy amikor ott van élőbe és nem lehet hozzá. Csak a kerítés túloldalán, és hát látni a könycsepet a nagyik szemében, amikor ugye ölelni, puszilni az unokáját, de nem teheti mégsem. Hát ezek nehezen megható pillanatok. Talán a kisgyerekek talán ez könnyebben túlendülnek ezen, mint a felnőttek. Nagyon sok témában mi megpróbáljuk követni a kiárt utat az izraelieknél, meg az osztrákoknál. A legújabb téma, amiről szeretnék beszélni önnel, nagyon nehéz, az előbb egy orvos szakértő, egy orvos volt a vendégem, előtte egy polgármesterrel beszélgettem, meg egy KDNP-s kommunikációs vezetővel, aki korábban már volt országgyűlési képviselő, és a hangsúly megint az idős korosztályon van. Az osztályok meg tudták oldani, hogy az idős korosztálynak, amikor orvoshoz vagy bárhova, akár patikába kell mennie, akkor nem kell autóbuszra, villamosra vagy egyébre szállnia. Igen, ez egy nagyon fontos. Egy nagyon fontos lépés. Bécs vezette be. Itt először ugye 50 euró értékben adott taxicsekket minden bécsi nyugdíjasnak a város. Ott Bécsben körülbelül 300 ezer nyugdíjast érintett ez. Hát elsősorban 65 éven felüliekkel számoltak. Ez azt a célt szolgálta. Egyrészt ugye a nagyon fontos, amit ön mondott, hogy amikor mindenképpen ki kellene mozduljanak otthonról az idősek, akkor minimálisra csökkenteni a kockázatot, a találkozásokat, a személyes találkozásokat. Még egy buszon, villamoson akár 10-20-50 emberrel is találkozhat az utazás során. A taxiban csak a taxissal találkozik, és még a taxissal sem feltétlenül, és itt jön ugye a további biztonságot jelentő szolgáltatás. Beszélgettem taxisokkal, néhány társaságnál már itt Budapesten is megjelentek ezek a fóliák, amik az első sort, az hátsó sort. Ami régen volt a taxival. Igen, hát ugye Amerikában megszoktuk, hogy a plexi választja el a első sort a hátsótól. Itt most korábban 40 ezer forint, most már lement 20 ezer forintra is ennek a beszerelési értéke. Azt mondták nekem ezek az a taxisok, hogy tehát most már elérhető ez az ár, és tényleg teljes elszeparáltságot biztosít utas és sofőr között. Úgyhogy mi is elkészítettük a mi javaslatunkat, ami arról szólna, hogy Budapest a bécsi mintához igazodva, itt ugye több mint 400 ezer embert érintene ebben a városban ez a dolog, adjon taxicsekket ezeknek az időseknek, amit arra használhatnak fel, amit ön is mondott, orvoshoz kell menni, rendelőbe, egészségügyi intézményeket kell meglátogatni, valakinek rendszeresen dialízisre kell például járnia. Tehát elképzelhetetlen az élete anélkül, hogy kimozduljon, még akkor is, hogyha a legszigorúbban betartja ezeket a szabályokat, csökkentsük le ezeket a kockázatokat, a találkozásokat, legyen meg a lehetősége arra, hogy kifizesse ezeket a taxi utakat, hiszen ezek nem kevés pénzbe kerülnek egy nyugdíjasok. Most egy átlag nyugdíjat véve azért az elég jelentős összeget jelenthetne. Járuljon hozzá a város. Olyan modellt készítettünk, ami azt mutatná, hogy minden egyes utazás során valamekkora részt hozzá kell tegyen az utas is, és a jelentősebb részét meg akkor a taxi csekk fedezze. Tehát, hogy
legyen ez egy megosztott költség. Ez már ki van próbálva, Magyarországon működik a MAZS alapítvány, és ez nem a reklám helye, holokauszt túlélőknek segítenek otthoni munkára, látogatás, és amikor orvoshoz kell menniük, akkor van nekik egy ilyen kártyájuk, amit a megfelelő taxis társaságot hívják, és akkor... Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés. Ami a mi javaslatunkat illeti, ugye ez egy több mint 400 emberrel kiterjedő javaslat lenne, és ennek az összege, ugye a mi számításaink szerint, mi azt gondoltuk, hogy a bécsi összegnek mondjuk legyen első lépésben, vegyük a felét, 8000-9000 forint körül összeget most az euró árfolyamához mérten, az ugye lehetőséget, több utazásra is lehetőséget adna, hogyha azt szabnánk feltétlenül, hogy valamekkora részét az utasnak is hozzá kell tenni az utazás költségeihez, a nagyobb részét meg a csekkeknek. És ugye ez egy másik szempontból is fontos lehetne Budapesten, ugye minden szektor óriási bajban van most a városban. Mindenhol nagyon nagy problémák vannak. A taxi szektort, ha nézzük, ugye 7000 taxis van az Budapesten. Az rendben van, értem, de a taxi hogy sterilizálna az utas után, vagy mi lenne a teendője? Ezt most is megteszik. Mert Bécsben azért erre megvan a megfelelő. Igen, én beszélgettem taxisokkal, ezt most is megteszik. Minden egyes felületet, amit az utas érinthet, amivel érintkezhet az utas, utazás után fertőtlenítenek. Beleértve a kilincstől kezdve, a fejtámlát, mindent. Tehát ugye ennek megvan már kialakult rendje, és hogyha ezt a pénzt, amit most így, én azt gondolom, hogy ez kormányzati segítség nélkül mondjuk Budapest nem tudná megoldani, beleöntenénk ebbe a szektorba, akkor nem azt tennénk, hogy csak elégetnénk a pénzt, ugye az megindulna a beáramlása mondjuk ennek a pénznek is itt a gazdaságban, a Budapest gazdasági életében, ez több mint 3 milliárd forint lenne egyébként összességében, amit mi kiszámoltunk. Tettünk javaslatokat a... Kinek tették meg a javaslatokat? Az országgyűlési képviselőkön keresztül a Magyar Parlamentnek? Két szálon megy az előre menetel ebben. Ugye van egy javaslat, ami arról szól, hogy Budapesten hogy lehetne olyan költségeket csökkenteni, amik forrásokat oldanának fel, és ezeket be lehetne vonni ebbe. Másrészt meg ugye van egy országgyűlési képviselő a Magyar Liberális Pártnak, Bősz Anett, ő pedig a parlamentben tud benyújtani határozati javaslatokat. Erre vonatkozólag, hogyha majd oda jut ez a történet, hogy hogyan tudja a kormányzat és főváros kiegészíteni egymást. Ebben mondom még egyszer, itt a legfontosabb szempont az egészségvédelme. Azoknál, annál a korosztálynál, aki a legkitettebb, a legveszélyeztetebb ebben, és őket megóvni, akár ezen az áron is, szerintem a legfontosabb lépés most. Ez tulajdonképpen az Élhető Budapest Sermel Ádám programjának a programjába beillene? Nézd, abszolút, hiszen mondom még egyszer, utána ez a pénz, amit szétosztanánk a nyugdíjasok között csekk formájában, ez aztán bekerülne a gazdaságba. Ugye ebből 7000 taxis meg a hozzá, a fuvar szervező cégeknél dolgozó ezrek, ezek utána bevételhez jutnának, pénzhez jutnának, ez sok pénz azért, ami aztán utána szétáramolna a gazdaságban. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen élénkítő programokat még a legsúlyosabb helyzetben, a válság közepén is tudni kell vállalni, mert ezek utána végig görögnek a gazdaságon ezek beépülő pénzek, és hasznosan, tehát ugye az elsődleges értelme ennek az egészségvédelme, és onnantól kezdve még vannak egyéb járulékos hasznai egy-egy ilyen javaslatnak, és hogy ez nem egy újszerű dolog, a beszélgetésünk elén kezdtük, ugye, ez Bécsben egy kipróbált jó modell. Tehát nem kellett kitalálni az egészet, nem kellett zseninek lenni, egyszerűen meg kellett nézni, hát a spanyol viaszt nem kell újra kitalálni. Egyszerűen meg kell nézni, a világban mi az, ami működik és használ. Ez például az. Értem. Napjainkban is sok felmérés, most egy darabig nem fog megjelenni, mert sokkal nehezebb, gondolom, a kutatói intézeteknek telefonon, online összeszedni, általában élő embereket szoktak megkérdezni, nem csak telefonon, de a kimutatások szerint azért sokat, ha most lennének a választások, az ön pártjának nem jósolnak, nem is biztos, hogy bekerülnének a parlamentbe egyes mérések szerint. Mit tudnak tenni ilyen időben, ha más nem pozitív segítséget nyújtani a lakosságnak, hogy aztán emlékezzenek önökre? Nézze,
ugye valóban nehéz most megállapítani, de én nem akarok vitatkozni azzal, hogy most a magyar liberális a parlamenti küszöbön felett van vagy alatt. Én azt gondolom, hogy nincs a magyar liberális pártnak most olyan jelentős választói bázisa, ami nyugodtá tehetné a magyar liberális pártot olyan szempontból, hogy biztos parlamenti küszöb felett van. Hát még sok ilyen ötlettel előállnak, de a azt gondolom, taxi, akkor oda hogy, fognak figyelni. Hogy Bőszanet munkáját figyelme az országgyűlésben, azt gondolom látható, hogy számtalan olyan helyzetben jelen van a magyar liberális párt, ami valóban nem a mindenáron való kötözködés jelenti, de olyan ellenzéki munkát, ami a bírálat tehát mellett egyben javaslatokat is megfogalmaz. Ismerve ráadásul Bőszanetet, aki a elnöke is ennek a pártnak, az ő munkája nem merül ki ebben. Egyébként most tényleg ez teljesen friss. Húsvétkor is Érden hordta az időseknek, a rászorulóknak az ételt maga, amit ő otthon összeállított. Tehát én azt gondolom, hogy az emberi része, a profi politikusi rész, mert az emberi része is társul ennek a párt vezetői imidzsnek, és azt gondolom, hogy ez valóban hasznos. És hogyha ebbe az irányba tud elindulni az ellenzéki politika, akkor ebben mindenki építkezni tud. Most nem akarom magamat fényezni, de nekem se jutott volna eszembe, hogy ne vegyek részt az önkénteskedésben. Mert megtehetem, mert a belsőből fakad. Ereje van, ideje van. Igen, és azt gondolom, hogy ezek az apró lépések, amikor közel lehet kerülni emberekhez, akár a legveszélyesebb, legnagyobb vészhelyzetben is, ezek mind lehetőséget adnak arra, hogy megmutatkozzék. Mennyire ember. Tud a pártjuk részt venni a főváros munkájában? Hol tart Selmer Ádám alpolgármester, illetve tanácsadói? Selmer Ádám aktívan részt vesz, tehát ő tanácsadói szerepben a városvezetés egyik munkatársa. Igen, és azt gondolom, hogy az ő munkája, az ő tapasztalatai, javaslatai, azok mindenképpen a város javára szolgálnak. Valóban számos területen ő megjelenik. Legutóbb Selmer Ádám például kilépett egy kicsit a budapesti szerepéből, ugye tette azt a javaslatot, ami véletlenül reméljük, hogy a parlament elé is fog kerülni előbb-utóbb, ami azt mondta, hogy az 1+1%-os SZJA-i felajánlások, ami ugye régóta működik Magyarországon, tudjuk, hogy nagy része az 1+1-nek nem kerül felajánlásra, hanem bekerül a központi költségvetésbe. A javaslat arról szólt, hogy ami nem kerül most felajánlásra, a mostani adóbevallások során, az automatikusan a járvány elleni védekezési alapba kerüljön bele. Ez egy komoly összeg, ami... Igen, és azt gondolom, hogy ez komoly összeg, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos cél. És hogyha ez így megvan címezve ez a pénz, akkor ez egy nyomon követhető, jól látható felhasználása lesz ennek az 1+1%-nak, hiszen még mindig sok ember egyébként nem rendelkezik az adója 1%-áról. Lássa, hogy mi mennyire szívünkön viseljük a színészek és a szórakoztatóipart, úgyhogy egy fiatal színész rendező, Réti Barnabás lesz a következő vendégünk, természetesen FaceTime-on keresztül, akitől meg fogom kérdezni, hogy hogyan boldogul és milyen ötletei vannak ilyenkor, és mi lesz az újrakezdéssel. Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és hát remélem, hogy jó ötletei vannak akkor a Réti Barnabásnak is. Bízunk benne, hogy mielőbb önt viszont látjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Szabadai Viktor, a Liberálisoktól volt stúdiónk vendége. Beszélgettünk vele nem csak saját családjáról, hanem arról a lehetőségről, ötletről, hogy ami jó, abba utánozzuk az osztákokat is. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm, tartsanak velünk. És akkor következik perceken belül az előzetesek után Réti Barnabás színész és rendező.